Az Európai Bizottság megfellebbezi azt a bírósági ítéletet, amely szerint az Apple-nek nem kell megfizetnie mintegy 13 milliárd eurót Írországnak. Az amerikai cég nemrég megnyerte azt a pert, amelyet az Európai Bizottság kezdeményezett, és amelynek végső célja, hogy a multicégek ne tudjanak az egyes tagországokból adókedvezményeket kisajtolni. Az Európai Unió Bíróságának törvényszéke úgy döntött. A bizottság tévedett, amikor 2016-ban azt állította, hogy az ír hatóságoktól kapott adókedvezmény törvénytelen állami támogatás volt. Az Apple Írország és az EU közötti jogi csata már régóta tart, és talán sosem lesz vége, de az Európai Bizottság fontosnak tartja. Úgy gondolják, a júliusi ítélet rossz precedens, ami megnehezíti, hogy a jövőben fellépjenek az amerikai techóriások ellen. Margrethe Vestager számára pedig politikailag is fontos. Ő az EU versenyjogi biztosa, és azt szeretné elérni, hogy az EU álljon a sarkára, és az óriás vállalatok ne tudják elkerülni az adózást, mondta az Euronews tudósítója. Az Európai Bizottság közleménye szerint a bíróság számos jogi hibát vétett, ezért az ügyet az Európai Bíróság elé viszik. A bizottság szerint az Apple két fedő céget használt arra, hogy európai bevételei után kevesebb, mint 1%-nyi adót fizessen. Számos nagyvállalat használja ki az európai tagországok különböző adórendszereit, és profitjukat sok esetben oda csoportosítják, ahol a legkevesebbet kell adózni.